Ez most fehér? Vagy fekete? Az igen, az a talán, és a nem, a lehet? Mindenben megvan a perspektíva, ugyanakkor a tradicionális béklyóktól sohasem lehet teljesen megszabadulni. Nem igaz? Egy ország, ahol kissé másképpen működnek a dolgok, mint ahogy megszoktuk Európában. De vajon mi a más? És miért tartod te, kedves hallgatóm, másmilyennek? Miért hisszük azt, hogy az a helyes, ahogy mi gondoljuk? Ha érdekelnek az okok, az összefüggések, az érdekességek, és legfőképp, ha nyitott vagy arra, hogy más perspektívából is szemléld a dolgokat, akkor nézz be az ablakba, amit megpróbálok kinyitni most neked. Ez itt az Ablak Japánra podcast. Se nem utazási, se nem gasztronómiai, se nem anime csatorna, és se nem az, amire most gondolsz. Én Janagisawa Gyöngyi vagyok. Itt a helyszínen, Tokióban, japanológusként is szemlélem, megélem, és próbálom elemezni a dolgokat. És azért készítem az Ablak Japánra podcastet, hogy inspiráljalak, ha kell, provokáljalak, de mindenképp, hogy gondolatokat ébresszek benned. Talán ellentmondásnak tűnik, de hiszen ebben az országban szinte minden ellentmondás, de a podcast nem csak kifejezetten Japánról szól. Sőt, Japán csak egy keret. Témákat hozok neked, kedves hallgatóm, amelyeket egy japán lencsével húzott szemüvegkeretből nézve, más vetületekből is meg lehet közelíteni. A podcastben a beszélgetések mellett hírmorzsa blokkot is hallhatsz trendekről, hírekről, és érdekességekről, amelyek felkeltették az érdeklődésemet, és csak is nálam, itt, a podcastben hallhatsz róluk. Az Ablak Japánra podcast tehát mindenkinek szól, aki szeretné a dolgokat nem csak fehéren, vagy feketén látni.